Na, sziasztok! Hát, ja, tehát így megspainezni fogunk. És hát azért ilyen korai órákban, mert nagyon faszául melóhelyen elnéztem a beosztásomat, aztán én hülye fasz 3 óra alvás után fogtam magamat, kilöktem az ágyból, bekocsikáztam pazd meg dolgozni azért, hogy kiderüljön, hogy délutános vagyok. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy most akkor így ezt a löketet kihasználva, hát jutunk, ameddig jutunk, hogyha méltóztat betölteni. Köszönöm. Na, ugye ott hagytuk abba, hogy igen, hogy az acélgyárba kell mennünk. Csak egy pillanat, mert annak ellenére, hogy monitorom, kurvára tükröződik a kibaszott nap. Már is jobb. Na, itt nem is emlékszem, hogy itt csináltunk-e valamit. Lehet, hogy nem. Ó, de én viszont most már tényleg feljebb veszem a fényt, mert ez most már kurvára idegesít. Csak egy pisztolyom van. Az szép lesz. Na és ezek? Aha, nem. Aha, így. Most nekem most esett le, hogy így az összes özét, csillapítót is elvette. Out in the night, snow fell like confetti over the Devil's Parade. The storm was anything but over. De én mindig imádom, hogy Payne még mindig egy szál faszon pólóba, egy inkbe, meg egy kigombolt ballonkabátba van. De izédét meg folyamatosan mondják, hogy micsoda észreszejtő vihar van kint. Jó, innen jöttem. Hát akkor csak javány, meg itt is van. Semmi. Hát ez gyors volt. Jó. Nem. Nem. Hopp, nyílt egy, a baszd meg! Na, a legvégén hallottam meg, hogy nyílt az ajtó. Megint nyílt egy ajtó. Legalábbis úgy hallottam. Bazd meg. Nyisd már ki.
Csak kérdés, hogy például ez a gyökér is, az honnan jött ki? Baszd meg! Az a vagy ide viszont több fájdalomcsillapító fog kelleni, hogyha ezek így nyomják. Néztem már, hogy mi a faszomat keres itt láva, de hát utána esett le, hogy hát ez egy acélművek. Azt hittem be tudok ugrani. Amikor ott kimagozott, bazd meg egy pisztollyal. Tényleg, ha már ad snipert, akkor használjuk. Azt ez meg túlélte. Na, azt töltsük már vissza inkább. Álljunk. Aha, ez lesz az. Nem, mondjuk ez viszont tényleg nagyon szarul lett megcsinálva, tehát ez most nem rage, hanem komolyan mondom, hogy ezt, hogy izé, hogy bullet time közben is gyakorlatilag ugyanúgy izé tudnak lőni.
Majd az a kurva ajtó visszacsukódás is az eléggé gátol. Most meg azért kapkodom így össze-vissza a fejemet, mert ugye általában, hogyha így lőnek, arra így direkt így odafigyelek. Csak ugye most meg így, ahogy megy ez a gyártósor, most meg folyamatosan úgy hall. Tehát olyan hangja van, mint hogyha lőnének. Szép volt. Bazd meg, is van mögötte még egy. Még van egy harmadik pedig. Most nincs. Destroy the evidence and vanish into the night. I was so close. The hidden truths were just around the corner. Hát most nem is bánom, hogy Fest ezt a Colt lőszert adja, mert hát mással szinte semmit nem érek ezek ellen. Na, az erős kezdés.
folder on the table told the grim. The mercenaries were running a tight operation, paperwork and all. Merchandise missing again. A chemist had tried to smuggle it out for his own private party. Locked him up in cell B7 and D6's old test facility to wait for proper processing. I was close enough to hear the secrets, just beyond the next doorway. Hell. Elnyomom, bazd meg a fájdalomcsillapítót, erre nesze. Na viszont azt hogy szedem ki? Hát ezt máshogy nem tudom, csak gránáttal. Na bazd meg, de ez elmúlik. Ja. Hús. Na ezt hogy? Ez most egyet belövök, berobban az egész. Hát akkor megint gránát. Még tudja, hogy van valami más, vagy lett volna valami más megoldás, mert tehát nem létezik, hogy erre hagyatkozott az egész játék, hogy ezért, hogy úgy is lesz gránátom. Na, ezt viszont hol zárjuk? Ja, hogy ez ilyen időszakos. Nem, viszont nem záródik el. És oda hogy jutok be? Aha. Na várjunk, viszont most itt hogyan tovább? De így meg visszajöttem a pályának az elejére. Vagy ez nem az? Csak hasonló.
Igen, most így tipp, hogy szerintem erre kell menni. De szerintem itt kell felmenni, nem? Hát nem értem, mert más ajtó ugye nincsen, az a izé van. Az a nagy garázs ajtó, de az meg ugye nem nyílik. Ezt nem lehet aktiválni. Aha. Kurva anyádat. Ó, bazd meg, és nem mentettem el a felugrást. Fasz, én nem mentettem el. Szóval itt... Ja, ja, hogy a fenti ugrott le. Jó, akkor az egy irány van. The monitor showed me the way. Processing diagrams filled the control room screens, all but one. An elevator titled D6 on one of the screens, somewhere onwards, past rows of ovens, in the core of the plant. Na, most legalább, tehát most azt mondom, hogy tisztességesen azért lőszert azt ad, fájdalomcsillapítót ad. Másik kis geci hon, onnan. De érdekes, mert ennek szerintem fel kell robbannia. Látszanak ilyen kis repedések rajta. Aha. Na, még egyszer. Nem lehet még egyszer. De az nem tört be. Na
most akkor mi van? Aha. Bazd meg. Vagy akkor először küldjem meg ezzel. Hát nem. Jó, akkor még egyszer. Hova lett az előbbi? Ott van. Ó, de nem, hogy most még egyet el kell erre basznom. Az igen. Ó, már most érzem, hogy ez egy szopás lesz. Valahogy ebbe be kéne ugranom, de hát ahogy ugrok, ez megperzsel. Kurva remélem, hogy az lelőtt, és nem az van, hogy ott elkapott az a faszom tűz. Kurva anyádat. Azt a kempely most bazd meg.
De beszarok, hogy Deagle-el milyen kurva nagyot sebez, és milyen pontos. Hát szerintem átugrani nem tudok. Ja. Hát pedig más lehetőség nincs. Ott lehetne fenn, de hát oda meg nem tudok feljutni sehogy. Igen, már ez is lezáródott. Ja! Ja, nem hülye vagyok, hát igen, ott jöttem. Most ez mondjuk nem tudom, hogy miért jó, hogy a visszafele utat azt megnyitottam. Hát pedig az a baj, hogy valami más van akkor, mert ott egyszerűen nem lehet átmenni. Erre próbálok rájönni, hogy ez miért jó, hogy én ide visszajöhetek. Mert itt se nyílt ki semmilyen másik ajtó. Aha, na így. Hát jó, azt nem tudtam mit baszni. Taken on the role of the mythic detective, Bogart as Marlowe, or as Sam Spade going after the Maltese Falcon to unravel all the mysteries. Following a path of clues to that final revelation, even if it would take me down to the cold, cavernous depths of a grave. You can't do this! My men are still inside! Do you have any idea why this is called Operation Dead Eyes? I think he's dead already. Let's do it. Attention all personnel. The self-destruction sequence has been initiated.
mesmo head. On the floor before. There was an old army bunker under the steel mill. I knew the military plaque on the floor. I had seen 1,000 variations of the insignia on crumbling brick walls everywhere in the city. The sword replaced by a syringe. Project Valhalla, V for Valkyr, V for Valhalla. All of a sudden it read like a crackpot conspiracy theory. Azt magam lehet leállítani. Na várjunk, én jöttem arról. Akkor csak arra mehetek. Itt is most is kurva sok irányba tudnék menni. In the Valkyr case, the door code was a mystery to me. Ja, azt hittem, hogy itt valami mást is tudok vizsgálni. Blinking on the screen, 665, neighbor of the beast. De most nem, tehát már az a nő, ugye, aki kinyírt minket, tehát tudom, hogy neki volt ez a drogszerűség, ez a Valkyr. De valahol nem emlékszem, hogy az mi volt. Ezt nem valamelyik szektás mondta, hogy az a izé. Hogy az valami ilyen nagy projekt. Szerintem az kinyit font. Hmm.
Én nem lőhetek át, ők meg igen. That was the Valkyr case. Nájunk. Az a baj, hogy kényszerítettem, nem zárhatom be. Na nájunk. Egy. Hát 6 másodpercig van nyitva. Egy, kettő, három, négy. Ezt így gondoltam. One of the lab. Top secret. Project Valhalla. US Army. Yggdrasil Network. Valhalla. The otherworldly place in Norse mythology. Where the bravest heroes spent their afterlife feasting and fighting forever, their wounds miraculously healed night after night. Valkyr, the maidens who chose the most courageous Viking warriors and carried them to Valhalla. 1991, the research objective is to create a chemical substance to enhance the stamina and morale of infantry troops. 1995, results unsatisfactory, project cancelled. Someone had decided to continue the sick experiment unauthorized. Project compromised. Data leak. Fix the damage by any means necessary. Security clearance red. Authorized by the project lead. Field test. Double the dosage for all the remaining test subjects. Observe and record the subject's behavior in an urban setting. The drop-off point was my old address in New Jersey. The file dated 3 years ago. Just when you thought you had reached the deepest depths of horror, it suddenly got worse. How to turn off that small voice inside your head that started to whisper that you should be glad that now, if not before, your revenge was justifiable on any conceivable moral scale. That small voice proved, beyond any doubt, that I was damned. Girls had the project logo on the script. The dagger-heeled woman had come and gone a long time ago. Tehát akkor magyarul ez a Valkyr, ez amúgy egy ilyen stimuláló cucc lett volna. Nájunk. Aha, onnan jöttem. Na, erre nem sok minden van. Hát akkor hogy máshogy jussak ki? Thank you.
piece together a jigsaw, and the final picture is you finishing that same puzzle. A mad, green-eyed killer standing behind you. An urban legend come true. The Project Valhalla test subjects had been the mad junkies who had murdered my loved ones. The rest was simple body count math. It all pointed to her. Ms. Valkyr. The factory went up in a fiery inferno behind me. All my leads were dead, turned to smoke and dust. I'd lost my way. I hadn't slept in a million years. I felt thin as death. I've been living on an endless supply of week-old donuts. They were fuel for this crazy furnace inside my head. I couldn't remember when I had last seen the sun. I was on a permanent graveyard shift. When the darkness fell, New York City became something else, any old Sinatra song notwithstanding. Bad things happened in the night, on the streets of that other city, Noir York City. I was in an all-night diner, downing cup after cup of coffee that tasted like engine oil, when a new message from BB got me back on the killer track. What the hell happened at Roscoe Street? Maxie, I'm going out on a limb here. We need to talk this through, come up with a plan. 2:30 a.m., the Choir Communications Garage. The more I thought about Alex's murder and the frame-up, the more it felt like an inside job. I should have seen it coming. BB had sold me out, and now he wanted to finish what he'd started. The garage was dead. BB showed up in his tailor-made suit, gold watch, and cufflinks to match, all way beyond a cop's pay. Maxie. Oozing suave charm, he was guilty as hell. What the hell does BB stand for anyway? Backstabbing bastard? Come on, don't be like that. Have a cigar. I don't smoke. Maxie, you have no idea how big this is. It's huge. You have no idea. I think I do. You're a bribe-taking bent cop who sold out his partner. Those mobsters in the subway were a dead giveaway. Hard to miss. Bet it was exactly like this with Alex. Up close and personal. You can't win this one, Max. No, but I can make damn sure none of you do either. BB turned out to be another cardboard cutout bad guy. Bad cop on the take, a cowardly right-hand man fleeing from the scene, leaving his paid thugs to do his dirty work. Na, viszont itt is van egy csomó irány, amiben mehetünk. Mi a fasz?
De egyet még itt hagyok, mert hogyha nagyon-nagyon-nagyon vészes lenne a helyzet, akkor visszajövök érte. Állj. Ja, pont azt még nem mentettem el. Ez nem Colt ammó? Vagy a Shoti? Ja, a Shoti. Kurva anyádat. Az a baj, azért nem akarok minden egyes Colt ammót elhasználni, mert ugye később még lehetnek ilyen ezeik, ilyen kevlárosok, mint az előző pályákon. Na most meg ezért adott jól, ugye fájdalomcsillapítót, most meg lőszer kéne jobban. Kurva sokat kibírt az a ballonkabát. De sokat bírnak ki ezek a tetves ballonkabátok, bazd meg. Na, lelőttem a lakat. Na, végre. Go, 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 go!
Vegyük maxra. Setting any fires, but I did remember the flames. Nem, meg a köcsögöt, bazd meg. Most vittem vissza végre a HP-mat, erre megint leszedi a felére. Ez mi volt? Kurva anyádat már, bazd meg, hát... És az a baj, na most direkt végig nyomgattam, és nem lehet megszakítani sehogy se ezt a bullet time-ot. Ez a baj. Miért hallottam fentről kocsit? Hát már furgon az már kinyippant, amelyik eddig itt szórta az olmot. Szép volt. Thank you.
Durvábbra számítottam. Kurványa. Nézd meg, öcsém, egy sima gorillája ennek a gyökérnek erősebb volt. Kurva anyádat. Vagy akkor ez nem is a izé volt? Nem is az a fasz? Na mondjuk igen, mert nincs rajta napszemcsi, akkor az hol van? Aha, ott. Na ez aztán már ő volt. Aha. A payphone started to ring. Szóval csöng. Yeah. Max Payne. Whatever does it for you. Steps of the old building. Mr. Payne, let's go inside. The others are anxious to begin. The others? Despite the general misconception, this building actually predates the city hall by 2 years, thus being the oldest municipal building still in use here at the foot of the Brooklyn Bridge. No kidding. The old man played tour guide as he led me through a dark domed hall. The answers I was after loomed large ahead. Mr. Payne, I would like to introduce you to my colleagues in what we call the Inner Circle. You've been watching too much X-Files. You have seen the files on Project Valhalla. We can fill the gaps, provide you with the information missing from those files. We were all involved in the early stages of the project during the Gulf War. What's the catch? We would very much like to blow this thing wide open, but our hands are tied. Her name is Nicole Horn. She was the key figure in Project Valhalla. When the funding was discontinued, she simply refused to quit. She knew exactly what she had in her hands. Nicole Horn is the president of Acer Corporation. She has more than half the city in her pocket. This must be kept under wraps. If you try to go public with this, we will deny any knowledge. We need you to take her out. Afterwards, we can protect you. Make all the charges go away. That was the cue for the killer suits to kick in the doors and swarm inside. It was an impressive floor show, but I decided to leave early anyway. It was only a one-story fall. Lucky me. Hát akkor igazából már mindent tudunk. Álljunk. Na, azt most merre? Most komoly... Ja, itt van. Legalább most a fegyvereimet nem vett el. Nicole,
Baszódjál meg! De geci. Ó, de hogy nagyon imádom, mert ez a zenés ilyen tipikus 90-es évekbeli akciófilm zene. Hát így azonnal az izé jut eszembe, a Commando, izé a Bad Boys. Meg a Commando az lehet 80-as évekbeli volt. Honnan jöttek elő? Ja, innen. One of the monitors showed what was left of the on screen the so-called corpse of Alfred Woden stood up, miraculously waking from his dirt nap, looking smug among his dead pals. In the land of the blind, the one-eyed man is king. I didn't know how he pulled it off, but it was a pretty slick way to get out of all his promises. Most of what he had said fit too well to be a load of crap. Circle. Kurva anyádat. Közben már tök sehova. Mi a fasz? Szóval nem tudom megoldani, hogy felrobbantsam. Csak gránáttal.
And what is your answer to those saying that he is actually providing a service long overdue to the city? This crusade nonsense has gone... Videotape lay on the desk. Nicole Horn had blackmailed the Inner Circle into silence. The tape came with a curt extortion note on a piece of expensive paper. I remembered Candy Dawn taping her clients in action on the side, selling the tapes to the highest bidder. I was sure that kinky sex was nowhere near Alfred Woden's worst sin. But I had a feeling that when this was over, any collateral would come in handy. Woden had taken care of my mission preps with military precision. The critical areas in the Acer Corporation headquarters blueprints were circled in red. The president's office was at the top of the building, right below her penthouse suite. The elevators were controlled by a security computer, part of the mainframe located underground below the building. The high rise was sealed as tight as a sci-fi fortress. Present. Majd ma megint híradás van. Nothing seems to stop Acer Corporation's phenomenal victory. Az erős volt. The best movie ending ever? Oh, gotta be Butch Cassidy and the Sundance Kid. Hold it! Take it! Baszd meg! Mekkora gecik! Na, ezt már megint nem tudom, csak gránáttal akkor. Oda szerintem innen nem tudok átjutni. I dreamed of revenge.
Those dreams were always nightmares of coming close and then failing. Now I was close. I had a name to guide me, Nicole Horn. I had nothing to lose. Igen, mert gyakorlatilag most már akkor így az a sztori, hogy fejlesztett a katonaság egy, hát egy ilyen stimulálószer, tehát nem egy, baszd meg, hát hagyd mondjam már végig a sztorit, baszki. Na, ezeket megkúrjuk, és akkor utána. Na, tehát az, hogy gyakorlatilag a katonaság fejlesztett egy olyasmit, mint a szuper katona szérum, de itt nem lesznek erősek, meg ilyesmi, egyszerűen a kitartásuk, meg a fókusz az, ami nő. Ezt hívták ennek a Valkürnek, viszont hát nem működött, és egy ilyen sima, ilyen gyilkos drog lett belőle. És kiderült, hogy ezek a bedrogozott valakik voltak azok, akik kinyírták Max Payne-nek a családját. És ugye ez a nő az, aki ezt az egészet mozgatja, mivel ezt leállították annó, amikor nem működött, viszont ez a nő, ez meg folytatta, és mellékesen ennek az Alessir vállalatnak is ő lett a feje. Project Valhalla had not been the only thing the Inner Circle had been involved in. There were rows of cabinets full of files. The Serpentine Secret Society went back a long way, always pulling strings from the shadows. I couldn't say I was sorry. Woden's move in some Byzantine power game had cut the Circle's membership roster to one. The old man wanted me on cleanup duty. It was my mess too. Vagy nincs a sniperembe se lőszer. Ebben is alig van. Azért próbálom használni a Berettát, de annak még már lófasz sebzése sincs. Itt viszont ebbe a játékba utálom a legjobban egyelőre a nagy tereket. Most azért fel tudok... nem tudok felmászni, akkor az miért volt jó, hogy az lerobbant?
Most az egész folyosó csak azért volt itt, hogy ide adja a snipert. Na most már tényleg berettázni kell, mert nincsen egyszerűen lőszer. Itt már voltam. Ja, szerintem akkor ez nem volt nyitva. Ez a bajom, hogy ebbe az Ingramba meg baszik adni lőszert. Megoldjuk egyszerűbben. CIA, FBI, you've seen one, you've seen them all. Sure. Good. Take him down. Shoot to kill. Let's finish this. Ó, oh, basz. Take him down. Shoot to kill. Let's finish this. Azt hittem komolyabb lesz.
Na végre a pici Ingram lőszer. De ez a baj, hogy csak így nagyon pici ez is. Még így is jobb, mint hogyha egymás lőszerén osztoznának, mint általában ilyenkor a játékok. Mine wasn't the most original approach to the problem. It wasn't as if it hadn't all been done before. An eye for an eye, the first principle of revenge. Old as dirt, still going strong. The cardinal rule in going after someone with an intention to kill was not to make it personal. Which it almost always ended up being anyway. It did with me. I took my time, cruising around the city in the snow. There was no hurry. I knew what I had to do now. I took my time, thinking about it, building up the rage. When I was ready, I parked the stolen wheels at the front entrance of the Acer Corporation headquarters. Got out, got in, got cracking. I had a bullet with Nicole Horn's name on it. I had 10,000 bullets with the hag's name on them. She had ultra-high-tech security systems, enough mercenaries and weaponry to start World War III. There was no fear. New York disappeared behind a veil of snow. I had crossed the threshold. This was her domain, sleek and sexy and soulless, all glass and steel. A place of color-coded security key cards, metal detectors, and surveillance systems. Itt akkor az már szerintem eléggé a végjáték. Csak kérdés, hogy be tudom-e fejezni műszak előtt. Colder than a walk-in fridge. Cold as a gun. Jó, tehát akkor mivel csak azért, hogy így meglegyen a folytonosság, én azt mondom, hogy akkor most, inkább most mentek. Mert nem akarom azt se, hogy most itt így ilyen roham léptekbe menjünk végig rajta. Úgyhogy, hát most már ez tényleg szerintem a vége. Mert ugye azt hiszem 8. vagy csak azt mondjuk vissza megnézem, hogy azt hiszem ez vagy a 7. vagy a 8. rész volt a 3. fejezetbe. És azt tudom, hogy 3 fejezet van. Mindjárt kukizzuk. Igen, tehát ez a 7-es. Vagyis hát pontosabban mindegy, tehát itt keveri a fejezetet meg a részt. Hát én azt mondom, hogy van 3 fejezet, és akkor azon belül vannak részek, akkor ez a 7. rész, mindjárt megnézem, hogy összesen hány rész van. Hát mondjuk ettől függetlenül azért nem egy rövid játék, így ahogy nézem, mert ugye mindig legalább 1 óra hosszú volt a végjátszás, volt a másfél óra is, és ugye ez most a 4. stream belőle, tehát minimum 4 órás a játék, de szerintem már tartunk 6 vagy 7 óránál. Nézzük. Igen, tehát jó, itt fordítva cserélte, igen, tehát hogy én ezért, tehát a fejezetet meg a részt cseréltem össze. Igen, tehát ez a 7-es chapter, ez a Nothing to Lose, és akkor lesz még egy 8-as chapter, aminek meg ez lesz a neve, hogy Fájdalom és Szenvedés. Meg elvileg van egy secret finálé, hát azt meg majd megnézzük, hogy az sikerül-e. Jó, hát akkor azt mondom, hogy este folytatjuk. Mert abban biztos voltam, hogy este lesz még valami stream, de nem tudtam, hogy Deadpool vagy Max Payne. Hát mivel ennyire a végén vagyunk, így 1000%, hogy Max Payne lesz, és akkor így már be is fejezzük a Max Payne-t. Aztán utána meg folytatjuk majd a második résszel. Mondjuk így kicsit fura, hogy pont most játszom végig, úgyhogy egy pár napja tudtam meg, hogy amúgy a Max Payne az kap egy... Hát vagy remaster, vagy remake-et.
Hát nem tudom, hogy az milyen lesz, de hogyha a második rész is amúgy folytatja így végülis ezt a színvonalat, akkor amúgy megveszem majd azt is. Mert amúgy nekem tetszik ez a Max Payne, hát nyilván volt a középen az a rész, tehát főleg a klubos, meg ugye a képzeletbeli részek, azok nagyon bosszantottak. De nem is a klub baszott fel, hanem a kikötős rész. Tehát azok nem tetszettek, de úgy maga a játék tetszik, mert tényleg azt látni, hogy ez a 80-as 90-es évekbeli akciófilm csak játékba. Úgyhogy akkor majd este találkozunk, addig is sziasztok!